az EOC 5851 AAX típus jelzésű önállóan beépíthető Electrolux sütő, egy érintőkapcsolós vezérléssel ellátott modell. Magyar nyelvű szöveges kijelzővel van a készülék ellátva, de természetesen más nyelvek is beállíthatók rajta. A készülék belsejét, ha megnézzük, akkor az új Electrolux széria az már 74 literes sütőtérrel rendelkezik. Megnövelték a belső méretét, ezáltal a régi készülékekhez képest, mind szélességében, mind pedig mélységében lényegesen nagyobb lett a sütőterünk. A készülék felszereltsége, ahogy látjuk, a két tepsi, illetve az egy sütőrács, egy oldalvezető simpár, ami megvezeti a tepsit, illetve a sütőrácsot, de a készülékhez jár természetesen egy darab teleszkópos sütősimpár is. Ezt használattól függően bármelyik tepsi magasságba fel tudjuk pattintani, bármelyik magasságba tudjuk használni. Felszereltsége még a készüléknek egy elektromos maghőmérő. Ennek a csatlakozási pontja itt kívül helyezkedik el. Ide tudjuk csatlakoztatni a készülékhez, ezt az úgynevezett szondát pedig az ételbe tudjuk beleszúrni. A kijelzőn mutatja a készülék majd az étel belső hőmérsékletét, a maghőmérsékletet. A készülék négyszeres üvegezésű sütőajtóval van ellátva. Ezt egy mozdulattal szét tudjuk bontani, két oldalt, ezt a bordázott részt, ha megnyomjuk, ezt a felső műanyag panelt le tudjuk róla emelni, akkor az üveglapokat már egyszerűen ki tudjuk belőle venni, könnyen tisztán tartható, egyszerűen kezelhető. Visszahelyezése egy mozdulattal már be is pattan, és onnantól kezdve újra használható a készülék. Ez a sütő egy pirolitikus öntisztító rendszerrel van ellátva, tehát nem feltétlenül szükséges manuálisan takarítanunk. Nagyon egyszerűen az öntisztító rendszer magas hőmérsékleten konkrétan akár 500 fokra is felhevül, a sütő belső felületére lerakodott szennyeződést szó szerint hamuvá égeti, a hamu lepotya ugye az aljába, azt pedig egy nedves ruhával egyszerűen ki tudjuk belőle törölni. A készülék kezelőfelületét, ha megnézzük, ugye a magyar nyelvű menünek köszönhetően nagyon könnyen el tudunk benne igazodni, ki tudjuk választani a használni kívánt sütőfunkciókat, kijelző jobb szélén vagy a kezelőfeti jobb szélén található OK feliratot, ha megérintjük, akkor belépünk a sütőfunkciókba, a lefőnyír segítségével pedig végig tudjuk léptetni, rendelkezik ugye pizzasütéssel, alsó-felső sütéssel, hőlégbefúvással, alacsony hőmérsékleten, külön alsó sütéssel, egy úgynevezett eco sütéssel, ez egy energiatakarékos üzemmód. Egy előre programozott sütés esetében a készülék tudja, hogy a programidő végéig korábban lekapcsolhatja a fűtőbetétet, mert a maradék hővel be tudja fejezni a sütést a készülék. Fagyasztott ételek felolvasztására szolgáló funkció, aztán van benne egy felületpirításra alkalmas grill, van benne egy nagy teljesítményű grill, illetve egy infragrill, ami hőlégkeveréssel van kombinálva, grillcsirkék készítésére például tökéletesen alkalmas. Azon kívül hőlégbefúvás magas hőmérsékleten, ezekkel a funkciókkal rendelkezik, ezek az alapsütő funkciók. Hogyha kiválasztottuk a használni kívánt funkciót, szintén az OK gomb benyomásával már el is indul a sütés, és innentől kezdve a lefőnyír segítségével már a használni kívánt hőmérsékletet tudjuk beállítani, 5 Celsius fokos ugrásokkal állítható ez. Van ez a visszanyír szimbólum, ezzel tudunk visszalépni, illetve a sütőfunkciót is megszakítani, illetve a menüben mindig egy menüpontot visszalépni. Ha megnyomjuk, akkor visszamentünk az alap felületre, ugye a sütőfunkciókat most láttuk. Vannak az előre programozott sütőfunkciók, ezek gyakorlatilag receptek, tehát itt igazából az ételcsoportoknak megfelelően sertés, illetve borjú étel esetében, ha megnézzük, akkor ugye sertés roston, sertés karaj, sertés csülök, tehát étel típusoknak megfelelően megvannak ezek az előre programozott funkciók. Ha kiválasztjuk, akkor a készülék automatikusan
megmutatja nekünk, hogy melyik tepsi magasságba kell elhelyeznünk a tepsit, ugye mennyi a sütés időtartama, illetve milyen hőmérsékleten kell ezt elvégezni. Hogyha mi a készülék által ajánlott értékeket elfogadjuk, semmi más teendünk nincs, mint megvárni a időtartam végét, és el is készült az ételünk. Tehát itt ugye most belementünk az előbb a sertések menüjébe, de ugyanúgy megvan a marhához, vad, illetve bárányételekhez, szárnyasokhoz, halakhoz, vannak ugye sütemények, pizza, sütemény, kenyér, aztán zöldségfélék, húsfelfújtak, vannak ugye készételek, tehát rendkívül széles körű a előre programozott recepteknek a tárháza. Van egy úgynevezett kedvenc menüpont, az általunk rendszeresen használni kívánt, vagy esetleg már korábban beprogramozott sütési funkciót el tudjuk menteni a kedvencekbe. Onnantól kezdve viszont, ahogy bekapcsoltuk a készüléket, ennek a kis csillagszimbólumnak a megérítésével közvetlenül az általunk korábban elmentett programot tudjuk elérni, nem kell akkor végigmennünk ebbe a menübe. Ugye a pirolitika maga az öntisztító rendszernek a elindítását itt tudjuk az OK gomb benyomásával véghez vinni. Ebben az esetben viszont, ahogy a készülék figyelmeztet is bennünket, a sütőből minden tartozékot ki kell venni, tehát nem csak a tepsiket, hanem magát az oldalvezető sint is. Amíg ezt nem tesszük meg a készüléken, ez a program nem fog elindulni. Ugye az alapbeállítások alatt ott a készülék kijelzőjére vonatkozó információkat, vagy a készülék kijelzőjének fényerejét, kontrasztját tudjuk beállítani, a pontos időt tudjuk beállítani, tehát itt ezt gyakorlatilag végig tudjuk léptetni, de minden fontosabb információ ugye magyar nyelven megtalálható benne. Vannak speciális beállítások. Ebben az esetben, ha ezt kiválasztjuk, ezek is sütőfunkciók, ezek ilyen speciális sütőfunkciók. Van ugye kimondottan kenyérsütéshez, csőben sült ételekhez, kelesztéshez, vagy önmagában csak, hogyha az edényt szeretnénk felmelegíteni, vagy tartósított ételt szeretnénk készíteni, tartósítani, asszalni. Ezek speciális sütési funkciók. És végig is értünk a menün. Igazából még van itt két érintő kapcsoló, amiről korábban nem tettünk említést. A bal felsőnél, ha ezt megérintjük, akkor a sütőfunkciók, illetve a receptek között közvetlenül tudunk ide-oda lépkedni. Nem kell akkor megint a menüt nekünk végig állítgatnunk, hanem egy érintéssel átlépünk a sütőfunkciókba, a következő érintéssel pedig magába a receptek közé. A másik érintő kapcsoló, ez gyakorlatilag egy gyors felfűtésnek a szimbóluma. Amikor elindítjuk magát a sütőfunkciót, és ezt megérintjük, ezt a kis érintő kapcsolót, akkor egy maximális teljesítményi fokozaton egy gyors felfűtéssel fog a sütőnk az általunk beállított hőmérsékletre felmelegedni. A másik oldalon még található ugye egy percszámláló. Tehát itt időtartamot tudunk beállítani, itt a készülék az idő lejárt, akkor egy figyelmeztető hangot ad, kvázi mint egy tojásfőző óra funkcionál, illetve a fölötte lévő szimbólummal tudjuk magát a pulszszondának az értékét megnézni a kijelzőn, tehát amikor ezt a elektromos maghőmérőt behelyezzük a ételbe, megérintjük a kis kapcsolót, akkor mutatja a belső maghőmérsékletet. Ami még egy pozitív dolog, hogy a készülék új lenyomatmentes bevonattal van ellátva, tehát ez a nemes acél felület már nagyon könnyen tisztítható, semmilyen új lenyomat nem látszik meg rajta.